Botont sem tudott ellenállni a csoki szökőkútból merített kóstolónak, csak úgy, mint a legtöbb látogató. A kakaóbabból nyert csokoládé hevítve remekül formázható. Csokoládé hüvelyt készítek, amit különböző töltelékekkel készítünk el, és utána kóstoltatunk. Így készíti a csoki tortát a gyakorló cukrász, aki szerint bárki képes lenne otthon maga is rá. Ez a szakma az, ahol próbálgatni kell, merni kell, és bátornak kell lenni. Aki igazán szereti a csokoládét, annak szinte mindegy, bármit szívesen elmajszol. Magyarul. Itt, fehér, töltött csokoládé. Nem tudom, milyenek vannak még. Pedig csoki és csoki közt is rengeteg különbség lehet, az alapanyagok összetétele, minősége és az elkészítés módja szerint. Az egyik legfontosabb különlegessége ennek is, mint minden kézműves csokoládénak az az, hogy rengeteg személyes tapasztalat, élmény van bennük kézműves termékként. Nagyon fontos, hogy minőségi alapanyagokkal dolgozzunk. Illetve ami emellett szerintem egy elengedhetetlen dolog, hogy követni kell a trendeket. Pitypan, krémes bombon, csoki gyurma, mindenmentes csoki. Nehéz ma már újat mutatni az édességek piacán. Ugyanez igaz a formákra is. Ez például étcsokiból készült bilincs és revolver. Főként rendőröknek, katonáknak, ilyen rendvédelmi dolgozóknak szokták vinni. Sokat eladtunk már belőle, nagyon finom minőségi csokoládéból készül. A hazai vásárlók egyre inkább a minőségi termékeket keresik. Amikor 2010-ben elkezdtük a Szolnoki Csokoládé Fesztivált, azt gondolom, hogy mi is generáltuk talán egy kicsit ezt a folyamatot, és áthelyeztük a hangsúlyt a mennyiségről a minőségre. A Szolnoki Csokoládé Fesztiválon idén élő kedvencekkel is találkozhatott a látogató, például ezzel a kakaóbogyó termőhelyén élő szárazföldi teknőssel, s bár az ő kedvence a salátalevél, mi inkább idén is a csokoládénál maradtunk.